A szentmártoni házaspár Tószegről érkezett a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének szolnoki akciójára. A pár mindkét tagja rendszeres véradó, ezúttal irányított véradásra jöttek. Egy bajba jutott ismerősükön szeretnének segíteni. 20-on felül a szám, amit már adtam dért, és most egy betegnek szeretnénk adni. Miért? A megyei Vöröskereszt első alkalommal szervezte meg házaspáros elnevezésű akcióját, melyre rendhagyó módon házaspárokat, szerelmes párokat vártak. A véradással a házasság hetet célkitűzéseit is támogatják. A véradóknak különböző ajándéktárgyakkal, vásárlási utalványokkal is kedveskedtek. Valentin naphoz kapcsolódó egyedi kis ajándékokkal is készültünk, tehát akik párban jönnek, a hölgytagok női ajándékot kapnak, a férfi tagok számára pedig egy kis vérutánpótlás biztosító borral készültünk, sütivel, lufival, egyedi ajándékokkal. Én bízom benne, hogy sokak számára ezzel emlékezetesre tesszük ezt a véradást. A Vöröskereszt megyei szervezete rendszeresen segíti az országos vérellátó szolgálat munkáját. Minden hónap utolsó hetében az Abonovák agórában várják a véradókat, emellett több intézményben úgynevezett kiszállásos véradást szerveznek. A mai akcióra 130 párt vártak.